Sziasztok! Ma csütörtök van, június, ugye mondom, hanyadika, június 10-e van, és ma szokásommal ellentétben nem az Auchanba vásároltam, hanem a Lidlbe, mert elvittem a kutyámat kutyakozmetikushoz, és azt mondta, hogy kb. Másfél óra van, amíg készen lesz, és úgy gondoltam, hogy nem megyek el az Auchanba, hanem inkább a Lidlbe, ott hamarabb végzek. Hát ez így viszonylag spórolósabbra is sikeredett, tehát nem is vettem olyan sok cuccot, csak igazából a leglényegesebbeket, mert valószínű, hogy hétvégén megint elmegyünk a nyaralóba, mert ez a kőműves abszolút eltűnt, úgyhogy kénytelenek vagyunk nekiállni munkálkodni. Úgyhogy vettem egy pár dolgot, hogy ne azzal induljon a hétvégénk, hogy el kelljen menni ott kajaboltba kaját vásárolni, hanem már legyen, tehát elvisszük magunkkal, és akkor rögtön inkább nekiállunk a házfelújításnak. Na, akkor mutatom, hogy miket vásároltam. Próbáltam megint így egy kupacba kirakni mindent, hogy jobban látszik. Tehát vettem WC-papírt ezt a csomaggal, akkor ilyen kéztörlőt, erre most nagy szükség lesz. Akkor vannak itt a gyümölcsök meg a zöldségek, vettem 2 darab narancsot, vettem ilyen szép paradicsomot, és még nagyon szép, hogy ilyen jó kemény, tehát ezt szállítani is lehet, hogy itt van leértékelt 50%-kal olcsóbb eper, 350 forint, úgyhogy ez hamar meg kell lenni, el tudom képzelni, hogy fog kinézni már holnapra. Akkor zöld paprika, akkor vettem 2 jó kis sütős paprikát, ez is ilyen nagyon szép, ilyen roppanós. Akkor vettem 2 uborkát, 159 forint volt az ára. Vettem egy jégsalátát, egy doboz ilyen barackot, kopasz barackot, akkor vettem ilyen pogácsa barackot is, ez nagyon finom, amúgykor is nagyon ízletes volt. Ez az egy pogácsa barack, mert tényleg úgy néz ki, hogy mint egy kis pogácsa. Akkor vettem ilyen zöld almát, vettem banánt, ezek voltak a zöldségek, meg a gyümölcsök, itt vannak a felvágottak, pulykamelszelet, meg csirkemelszelet, ez a csirkemel, ez a pulykamel, akkor vettem egy egész csirkét, ezt majd megsütöm, akkor van itt egy kis pulykacomb, így felkockázva ebből, lehet, hogy ilyen caziki, vagy ilyen giroszt fogok, és akkor hozzá caziki salátát, mert azt is vettem egy ilyen dobozzal, vettem 2 ilyen lájtos trappista sajtot, itt nem lehet ilyen felezettet kapni, akkor vettem egy csevapcsicsa, sertés és marhahúsa, ezt is előre meg tudom sütni, akkor van gyümölcsjoghurt, meggyes, abból 4-et, van egy baromfi párizsi, meg van még egy csirkemelsonka, meg főtt sertés comb szeletek. És akkor itt jönnek az ilyen tartós cuccok. Vettem egy ilyen csiamagos kukorica, ilyen kukasztott karikát. Akkor egy ilyen jó kenyér, wellness kenyért. Akkor egy ilyen szívát csökkentett kis cipót. És van egy ilyen cukormentes keksz. És akkor egy kis bűnözés, 2 darab túrós rétes, meg egy mákos, és vettem levesgyöngyöt, mert az mind elfogyott, és akkor amiket a Lidlbe lehet kapni, ilyen bögrésleves, borsóleves, csirkeleves, meg valami, milyen ez valami fokha, nem, gomba. Gombaleves, meg van egy ilyen téli szalámis medvesajt. Itt a Lidlben elég szegényes az ilyen zsírszegény kaják. Itt alig van minden zsíros, meg cukros.
Na, akkor vettem az állatoknak is kaját, a macskának ezt nagyon szereti, meg ezeket a kicsi dobozosokat is, de ez a kedvence, mert ugye ez szinte már folyékony, annyira puha. Vettem ilyen nagy kukás, 60 literes zsákot, meg pár 120 litereset. Ezt is elvisszük magunkkal, akkor a Bobinak vettem egy ilyet, de ez csak így tartalékba, hogy legyen, mert egyébként ő ilyen állateledel boltba veszem neki a húst. Vettem két laktózmentes tejet, meg azért biztonság kedvéért maszkot, mert azért a boltokban az még kell. A férjemnek vettem egy ilyen jó kis sortot, meg vettem neki egy borotvát, mert elfogyott neki, és vettem két ilyen szivacsot. Ilyen. És akkor vettem egy ilyen jó kis ilyen felülettisztítót, ezzel nagyon meg vagyok elégedve, meg van itt egy ilyen kis ilyen haj kefe, hát ilyen még nem volt, ezt is majd kipróbálom, hát ilyen, nem tudom, hogy ez hogy fogja szeretni a hajam, majd meglátom. Na, úgyhogy ezeket vásároltam, és a mai napon még elmegyek a kutyával a kutyaiskolába, utána meg a kutyafuttatóra, aztán nekiállok főzni, és amit az állateledel boltba vettem a kutyusnak, mindenféle ilyen húsikat, azokat föl fogom dolgozni, és bezacskózom. Úgyhogy ezek várhatók még mára. Úgyhogy remélem tetszett a videó, igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Közben megjött Móricz, de inkább elvonul. És hello Móriczka! Na, sziasztok! Haza! Ah, de csörög a telefon. Sziasztok! Most jöttünk haza a futásból. Ez most egy 6 kilométeres futás volt itt a környékünkön. Bobikával futottunk, és jól elfáradtunk. Most fogok vacsorázni, aztán vágom tovább a videókat. Remélem adok nektek egy kis inspirációt, hogy 50 felett is lehet ám futkározni. Úgyhogy remélem ti is követitek a példámat, és nem otthon ültök a fotelba, és nézitek a sorozatokat, hanem inkább kimentek a jó levegőre futkározni. Na, sziasztok!